Ezt a várost 15 éve hiába kerestük volna a térképen. A dinamikusan fejlődő település napjainkban már 10 000 embernek ad otthon. Tiszaszederkényről éppen 700 éve van írásos emlékünk. Első neve Villa Szedercin volt, alattunk a Muhi puszta, ide épült a város. És ide álmodtak korszerű nagyüzemet 10 néhány éve lelkes pionírok, középen Dr. Károly mérnök. Bámulatos gyorsasággal, több milliárdos beruházással létrejött Európa egyik legkorszerűbb ipari létesítménye, a Tiszai Vegyi Kombinát. A román földgázt hasznosító gyáróriás első éveiben a mezőgazdaság céljait szolgálta. A körkemencékben 100 vagonos tételekben gyártják a műtrágyát. Az itt készült műanyagfestékek és lakkok ma már nemzetközi rangot nyertek. Dr. Károly ma a festékgyár igazgatója. Műszak után ezrek igyekszenek haza Szederkénybe és a környező falvakba. Átlagos életkoruk 27 esztendő. Nem ünneprontásnak szánjuk, de a közlekedést talán másképp is meg lehetne szervezni. Az ifjú városban már akadnak benszülöttek is. Egy évtized nem nagy idő, de a doktor családban a változás szembetűnő. A Pöttöm Éva ma felnőtt ifjú hölgy. A Lenin centenárium a városlakói számára kettős ünnep. Új névadójukat is köszöntik Leninben.